Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye a Múzeumok Éjszakája. A nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, június 22-én idén is színes program kínálattal várják az érdeklődőket. Az esemény országos sajtótájékoztatójának a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adott otthont. A legfőbb részleteket Zsigó Róbert miniszterhelyettes ismertette. Ezen az éjszakán országszerte közel 450 intézményben mintegy 2500 program kerül megrendezésre. A múzeumokban az állandó és időszaki kiállítások mellett többek között családi és gyermekprogramok, filmvetítések, interaktív események, népművészeti attrakciók és koncertek is várják az érdeklődőket. A 2024-es labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódva az idei Múzeumok Éjszakája rendezvény fő témája az a gólpassz lesz. Van egy hely Magyarországon, ahol igazán megelevenedik 1000 éves történelmi. Fedezzétek fel június 22-én a Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszínét, Szent István királyunk városát. Ez pedig már az egyik központi film, ami a Múzeumok Éjszakája kapcsán készült. Székesfehérvárnak fontos szerep jut az idei esztendőben, hiszen a központi kiemelt helyszíne az országos rendezvénynek. Az esemény másik kiemelt helyszíne Esztergom. Dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere arról is szólt, hogy a két várost a történelemben nagyon sok minden összeköti. Éppen a gazdag kulturális és történelmi örökség közös ápolása érdekében kötött Székesfehérvár és Esztergom testvérvárosi megállapodást. Ezt követően a közösségszervezés jelentőségére hívta fel a figyelmet a városvezető. Közösségszervezés pedig elképzelhetetlen a kultúra és a sport nélkül. Mert ezt teszi lehetővé, hogy ne csak érdegéljünk mi ott 100 000 Fehérváron például, hanem közös elemeink is legyenek, amik összekötnek bennünket. A Múzeumok Éjszakája arra egy csodálatos lehetőség, hogy ezeket a kulturális történelmi értékeinket pedig bemutassuk. Bemutassuk a fehérváriaknak, a vármegyében élőknek, de mindenki másnak is, akit nagy-nagy tisztelettel és szeretettel hívunk meg a városunkba. 2024-ben Csőre Gábor Jászai Mari díjas színművét népszerűsíti jószolgálati nagykövetként a rendezvényt. Székesfehérváron 26 helyen közel 100 eseménnyel készülnek erre az éjszakára. Rendhagyó tárlatvezetések, koncertek, kézműves és családi foglalkozások várják a közönséget. A program kiemelt helyszíne a Szent István Király Múzeum kiállítása, a Jáde császárok korába vezeti a látogatókat a Csók István képtárban.